A kínai elnök meghívására Pekingbe érkezett Vlagyimir Putyin, orosz elnök. Egy héttel azután, hogy Xi Jinping Európában, pontosan Franciaországban, Szerbiában és Magyarországon járt. A két elnök megbeszéléseinek napi rendjén biztonsági és külügyi kérdések szerepelnek, és várhatóan hangsúlyozzák elkötelezettségüket a két ország határok nélküli kapcsolata mellett, amelyet 2022-ben közvetlenül az ukrajnai orosz invázió előtt írtak alá. Putyin kétnapos kínai látogatásának komoly gazdasági tétje van, mivel Oroszország az energia exportjának nagy részét Kínába irányította át, és a nyugati szankciók megkerülése érdekében kínai vállalatokra támaszkodik a csúcs technológiai alkatrészek importálásában hadserege számára.